az Adél, amikor szakított velem, anno, akkor azt mondta, hogy Iván, ahogy kell. Elmondta, hogy leültünk, és azt mondja, hogy ezért, és ezért, és ezért. Én úgy érzem, hogy nem. És én ezt szeretném. És köszönöm neked ezt, meg ezt. És tud, add ide a kezed, tud, hogy milyen jó volt veled. És nagyon szeretlek. És nagyon, de kérlek. De mondtam, azt mondja, rám nézett, és azt mondja, hogy kérlek, engedj el. Kérlek, engedj el. Nagyon kedvelek, nagyon szeretlek. Olyan korrekt, és utána mi volt a feladatom? Soha nem volt ilyen az életemben. Én sem csináltam ilyet, és velem. És mi volt a feladatom? Idézzél be, csak. Csak az volt a feladatom, hogy ezt a, amit én hittem, hogy ez mi lesz, meg amire találkoztam a realitással, és neki olyan értemben igaza volt, tehát megértem őt, mert azért tényleg az, hogy most megcsalod, hogy ott miket csináltam, ott még teljes bulis, nem figyeltem rá semennyit, tehát ott 27 éves hülye gyerek voltam. És ezek után így a szeretetével azt tudtam mondani, elmondta, hogy miért, teljesen megértettem mindent, és utána csak az volt a feladatom, hogy ezt elengedjem. De... ezt úgy is lehet csinálni. Oda kell állni emberként. Igen, oda kell. De te odaálltál már bárki elé így? Igen. De pont azért, mert szereted.